nehéz kérdés, hogy az ember minek készül. Egyrésztről van mindig egy társadalmi vagy szülői elvárás, hogy az ember tanuljon valami rendes szakmát is, úgymond. Sőt, férfiként azt is mondták nekem, hogy olyan szakmát tanuljak, ami egy férfinek való valami kézzel fogható szakmát. Ezért voltam én csőszerelő is. Bár én ezt jobb körökben úgy szoktam mondani, hogy közgázt végeztem, mert központi fűtés gázszerelő, ugye. Mindig szerettem szerepelni, de nem voltam színjátszókörös, nem voltam semmilyen társulatnak vagy ilyen kisebb összejövetelnek a tagja, hanem csak úgy a hobbiból és otthon és a társaságokba szerettem szerepelni, és akkor volt egy lehetőség, hogy a Soproni Színházba kerestek tanodásokat, és azt mondták, hogy bárki jöhet, akit érdekel a színház és szereti a színházat. Magas, vékony gyermek voltam akkor még, Mikó István rá is kérdezett, hogy hát gömbérzék, mire én mondtam, hogy természetesen igazgató úr, ha csinosak a színésznők, akkor lehet majd küldeni őket sorba. Hát mondták, hogy mivel ígéretet tettek, hogy bárkit fölvesznek, ezért betartják nálam is, és fölvettek. Az első héten, mikor tanodába jártam, és elültem ott a színház hátán, vagy a nézőtéren a minél messzebb, hogy ne kerüljek soha sorra, akkor bejött Mikó István, és mondta, hogy hol a gömbérzékes. Na mondom, eddig tartott a karrier, meggondolták magukat, ki is fognak rugni. Azt mondták, hogy be kell ugranom holnap este egy szárd drámába, a Piszkos kezekbe. Azok a tanárok, akik egy héttel ezelőtt ott ültek és szigorúan néztek minket, ők most ott érdeltek a takarásba és néztek és izgultak értem. És hál' Isten olyan jól sikerült, hogy a rendező azt mondta, hogy szeretné, ha maradnék is ebbe a szerepbe többször, és akkor ezután így elindult ez a fajta karrier ott. Na, ha ilyen csodafiú, biztosan megtalálunk. Először a Sopronba, a Berzsenyi gimnáziumba indítottak egy színjátszókört, egy ifjúsági színjátszókört, és oda felkértek engem. Ott gyerekdarabokat csináltunk, aztán elkerültem ezzel párhuzamosan Zsirára, egy értelmi fogyatékosok otthonába, segíteni színjátszást tanítani a fiataloknak ott. Nekem nagyapám zsirai származású, minden évben igazán csak minden szentekkor voltam Zsirán, a rokonlátogatáson, és mindig is érdekelt, hogy a kőfal mögött mi lehet. Kastélyban laknak ott a sérültek, és hát mesélték persze, hogy kik vannak ott és hogyan, és hát nagyapám tiszteletére és emlékére én akkor ezt elvállaltam, ezt a munkát, és hát ott is ragadtam. Olyannyira, hogy amikor az első váltás jött a Petőfi Színház életébe Sopronba, és a Mikó Istvánék elkerültek, akkor felmerült bennem is a kérdés, hogy maradjak-e esetleg a színháznál, vagy ne, és akkor én úgy döntöttem, hogy sérültekkel szeretnék színházat csinálni. Fiú! Hé, fiú! Hé, fiú! Siess haza, apád már nagyon aggódik, érted? És mondd, Walter, tudtad, hogy a világ tele van emberekkel? Aha. Azért ez nem szokványos, hogy egy fiatal kezdőszínész esetleg egy ilyen karrierváltásba kezd, de akkor én éreztem, hogy ez nekem egy elhívás. Több mint munka, több mint hivatás, inkább azt mondom, hogy elhívás. Aztán jött egy előadás valahol Európában, amit akkor a Egri Színházból közvetített valamelyik televízió, és akkor megnézte az ott dolgozó kolléganő, aki elhívott engem a segítség, és akkor másnap ugyanazzal az ötlettel álltunk elő, hogy próbáljuk meg a két csapatot közösen, és integráljuk. Akkor ez az integráció szó nagyon jól hangzott, és nagyon őszinte volt. Már megmondom őszintén, mind szó és mind ma használatos dolog, már nem hiszek benne. Hiszek ember és ember közti kapcsolatba, abba viszont azt gondolom nem kell megnevezni, hogy ő most más, mert hogy én is más vagyok az ő szemébe, mindahányan mások vagyunk. Tehát ezek társadalmi normák, hogy most mi hozunk egy vonalat, hogy az alatt lévő az fogyatékkal élő, a fölötte lévő nem fogyatékkal élő. Miközben én azt gondolom szintén, hogy ebbe a zűrzavaros világba nem tudom, hogy ki a sérültebb, aki szellemileg, vagy testileg, vagy aki lelkileg sérült, és a lelki sérültség náluk felfedezhetetlen, amíg nálunk meg igen. Tehát én ezeket így nem szeretem használni, csak ezek ilyen társadalmi dolgok.
az orrod. Az a kis klasszikus ív benne, az a kis bibir csóka. Az pont de ronda. Gyönyörű. És a szád. Az olyan... Megint hízeleg! Hogy hízelegjek már? Szád az olyan! Az olyan dúzma! Már nem nyalok a maga hülye, hát dúzma az én szem! Nem dúzma! Erre várt reggel óta. Jó. 30 év után ez az első jó megmaradás. Mióta már az Oscar kell, hogy csak... Neked dúzma a szád! Nem dúzma! Mivel integrálódott, ezért egy teljesen új társulat jött létre, és ehhez akkor már csatlakozott két hely, Tordas, Darvastó, tehát 90 fölötti létszámmal bírtunk csak a sérülteknél, és akkor még hozzá mindenhol az adott település környékén lévő fiatalok. Tehát nagyon nagy létszámmal dolgoztunk, és igazán az volt a dolgunk, hogy Zsirán állandóan dolgoztunk, mert az közel volt hozzám. A többi intézménybe pedig csak nyaranta találkoztunk. Ez ment egy évig körülbelül, és akkor utána volt az, hogy minden intézménybe jártam. Tehát minden héten, minden más napján másik intézménybe voltam. Aztán jöttek a megszorító intézkedések, és akkor megszűntek ezek a dolgok, és akkor én elmentem Ausztriába újságot hordani. Minden éjszaka hordtam az újságot szorgalmasan, ha ünnep volt, ha esett, ha fújt, ha beteg voltam. És akkor abból a ott keresett pénzből tudtam finanszírozni magamat, hogy tovább csináljam a színházat. Hölgyeim! Mondják, nem láttak véletlenül errefelé egy csodafiú? Vagy egy fiú? Egy fiút? Csak nem a csodafiút. Csodafiú? Hát azt látni kellett volna. Jött egy fiú az utcán, és újjongva odarohan minden szembejövőhöz. Megölelte. És boldogan kiabált, hogy még egy ember. Akkor jött Szenci Sándor a életembe, a baptista szeretetszolgált elnöke, aki már ismert minket, mert látott előadást. Elhívtam egy táborba, addig édesanyámikat rávettem, hogy helyettesítsenek Ausztriába az újsághordásba. És akkor eljött, és megkérdezte, hogy mit csinálok, és mondtam, hogy újságot hordok. És akkor ő felajánlotta, hogy hagyjam abba azt az újsághordást, és menjek el a szeretetszolgálathoz, és ott csináljam ezt a missziót. Hanem odalom, érti? Valahogy meg kéne szereznem a kulcsot. Szóval, hogy na, hogy olyan rendes, magának való fickó, de mindig csak jót akar, mindenkinek, érti? Mi van már? Mindjárt megszerzem a kulcsot, várjál. Szóval, hogy csókolom. Zsira szerette volna ezt önállóan csinálni, tehát csak Zsira és valaki. Mi azt gondoltuk, hogy ez egy nyitott kapu, tehát nem lehet ezt szűkíteni, sőt, még nagyobbra kell nyitni. Ezért mi leváltunk, és akkor így alakult a másik társulatot, meg adott volt a név. Nem lehetett más, és egyébként az első pillanattól kezdve annak a névnek kellett volna lenni. Imre Sándor két helyen élő sérült volt. Sajnos már az égi társulatban játszik, vagy az ő esetében mondhatjuk, hogy hál' Isten ott játszik nagy szerepeket. És Sándor volt az a személy a színházban, aki egyrészről tehetségével kimagaslóan azt lehetett mondani, hogy büszke lehetett bárki, aki egy színpadon állhatott vele. És talán a kis társadalmunkba betöltött szerepe, és azt hozta, hogy ő az, aki ezt megszemélyesíti, ezt, amit mi gondolunk ebbe a dologba. Tetszik lenni, mint egy múmia. Mint egy múmia. Igen. A bőre meg olyan rücskös, mint a barackos disznó. Rücskös legyes, mint a barackos disznó. De örülök. Gyere, hagyj öleljelek meg. Még van neki? Szerintem, hogyha ezt így ma kimondjuk, az egy kicsit olyan felszínesnek tűnik, vagy egy olyan kicsit gejnek tűnik, ez a szeretet, ami benne van a nevünkben is, hogy szeretett színház. Igazán mi nem szeretnénk, és nem akarunk soha színházat csinálni. Bár a végeredmény az, a kirakat, az mindig a színház.
hanem én azt gondolom, ebben a rohanó világunkban ez egy nagyon fontos küldetés, hogy azokkal a gyerekekkel, azokkal a sérült felnőttekkel, vagy sérült gyerekekkel akár egy olyan közösséget alkossunk, ahol tényleg létezik ez a szeretet. Nincs felvételi nálunk, nincs olyan, hogy el szoktuk mondani, hogy azért tudják, hogy sérültekkel foglalkozunk, tudják, hogy hátrányosak, de hirtelen nem kezeli az ember. Ezt megérzi, hogy jó, pörgök vele, de aki ezt nem tudja őszintén átérezni teljes szívéből, azok mindig kirostálódnak valahogy így vagy úgy, de azok maradnak, és ez szerintem a varázsa ennek az egésznek. Ugye eleve nehéz gyerekekkel, tehát hogy egy 8-10 éves gyerektől, 12 évestől nem várhatom el, hogy ugyanez missziója legyen neki is. Ezzel nagyon sokáig kilódtam is a gyerekekkel, hogy próbáltam rájuk erőltetni, és közben meg kellett, hogy nyásam és bölcsen figyelni erre, hogy ez a misszió, ez a küldetés, Isten ezt az én szívemre helyezte, nem az övükére. Ők nekem lehetnek ebbe segítőim, nekem lehetnek támaszaim, és ez a másik nagy varázsa ebbe, hogy engem küldtek segítőnek, de ők segítik az én missziómat. Tehát a kereszténységnek ez egy óriási dolga, hogy mikor hálát adunk. Egyrészt ugye hálát adunk Istennek, az a legfontosabb. De hogy ebbe az esetben nem nekem kell hálát adni, hanem én lehetek hálás azért, hogy ők vannak. Várjál, hogy mondjam a tapsot? Igazán azt kell mondani, hogy csúnya szóval telephelyeink vannak. Egyrésztről Marcali az egyik, a másik Seregélyes, ahol most is vagyunk, a harmadik pedig Martonvásár. Marcaliban nagyon jól működik az a gyerekbérlet, nagyon nagy érdeklődéssel van. Ami ott nagy célom az, hogy egy olyan gyermektársadalom nőjön fel, akik színház értő és szeretők lesznek, és ez egy nagyon fontos, hogy értő és szerető. És ebben nagyon, nagyon szeretném bevonni az iskolákat, az intézményeket, hogy mert ez kevés vagyok, ez kevés a színház, ez kevés a missziónk. Itt a gyereknek azt kell megtanulni, hogy elmegyek, ott kapok egy varázslatot, amit én tudok kezelni, és amit aztán majd az értelmemmel tudok értékelni is. Mert most felvetődött, és pont beszéltem valamelyik nap egy anyukával, hogy az óvisoknak más előadás kellene, mert nem biztos, hogy annyira értik. És akkor azt mondta, hogy nem is kell még ezt érteni. És egyébként ezt már több óvis szülőtől hallottam, hanem maga a varázs fontos, hogy ezt megtanuljon, hogy elmegyek, ott valahogy máshogy kell. Aztán nagyon az értelem, amikor ezt érteni és érzékelni tudja, és akár kritikát megfogalmazva tudjon ezek. Tehát ott ez a nagy feladat, én ezt gondolom, Marcaliba is erre a bentülők is palánták nyitottak is, és ezáltal szerintem nyitottak lesznek majd a szélesebb társadalomban lévő felnőttek mögöttük. Volt próbálkozás most nemrég iskola ügyben, mert a feleségem ő gyógypedagógus, és akkor elmentem egy picit az iskola irányába, ott is a művészet, de aztán az ember hamar elhiszi, hogy ért hozzá, és abból nagy hibákat követel. Ma azt gondolom, hogy bármilyen rendszer három alapelven kéne, hogy működjön, ez a lélek, szakma és a gazdaság. Ez a három egymás nélkül nem működik, és a három nem keverhető. És én nagyon sokszor a hármat együtt próbáltam csinálni, vagy próbálom csinálni, és ez nem megy. Egyébként a színházban se. A színházban is rosszul csinálunk, a mi színházunk rosszul működik, mert én vagyok a szakma, én vagyok a lélek is, én vagyok a gazdaság, és ebből a háromból egyhez értek igazán a lélekhez. Azért kell, hogy a lélek menjen elől, mert az nem rivalizál. Mindegyik másik az rivalizál. A szakma is rivalizál, és a gazdaság is rivalizál. Hát ott már lehetnek gigszerek, és ha valamelyik részre beáll egy lelki ember, akkor automatikusan neki is kötelessége rivalizálni. És akkor itt elcsúszott ez a dolog nekünk, és ezzel nem is működött az egész rendszer. Amíg a lelki dolog működött nálam, addig virágzott a dolog, és azt gondoltam, hogy a környék egyik legjobb hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó iskoláját csináljuk. Amikor én ebből áthelyeztem magamat máshova, akkor nem működött. A színház nem működni kell, mert misszió. Tehát, hogy akármennyire is sánt itt, ezért működik. Tehát mondhatjuk az egész színházunkra azt, hogy,
hogy a szögletes az lehet kerek. Tehát mi azért szögletesen mozgunk ezáltal, de csak azért mozgunk ezáltal, mert én vállalom mind a három feladatot föl. Hát ha az Úr végre meghallgat és azt mondja, hogy küld majd két másik embert is mellém, akik azzal foglalkoznak. Segíts, Babberci! El! Ki lehet az az el? Többször járok bent Pesten az Ódri művész otthonba. Egy nagyon kedves barátunk általunk nagyon nagyra tartott és szeretett Katkics Ilonához, aki a Palacsintás királyt rendezte a Magyar Televízióba, ami nekünk a második és a fő előadásunk a Gyerekbérletben, nem véletlenül ez a fő előadásunk. A másik nagy dolog a Palacsintás király, és ez tényleg ezért most a kiemelkedő darabunk ebbe az évbe, hogy hál' Isten Fésűs Éva is él az írónő. Ő Kaposváron, az Ilona Pesten él, összehozták nekem a találkozót, a Katkics Ilona felhívta a Fésűs Évát, hogy fogadjon engem, hogy ezt a darabot játszhassuk és egyéb dolgok miatt. És ahogy ajtót nyitott nekem az a törékeny hölgy, és bekísért, és ízig-vérig a gyermek irodalom óriásaként törpének éreztem magamat mellette, és még arra is figyelt, hogy mese feliratú kex szerkinált, és nagyon sokat beszélgettünk, és amikor mentünk ki, akkor azt mondta, hogy örülök, hogy találkoztunk, Tamás, így tudom azt, hogy még tovább kell élnem a Földön, mert vannak ilyen emberek. És azt gondolom, hogy tehát ezekért érdemes, ezek azok a visszajelzések, hogy bátran támaszkodjak a körülöttem állókra, és menjünk ezen az úton, és vállaljuk önmagunkat.